Szeptemberben megnyílt a tanév a Miketz Kálmán Honvédelmi Kollégiumban. Összesen 23 kadét vette birtokba a Nyíregyházi Egyetem egyik épület részét, ahol a katonai ismereteket sajátítják majd el iskolaidőn túl. Szabó István honvédelmi államtitkár a tanévnyitó eseményen azt mondta, a már korábban is működő debreceni és a most útjára induló Nyíregyházi Kollégium mellé a következő évtizedben 8-10 ilyen intézményt szeretne létrehozni a Honvédelmi Minisztérium. Magyarország jövőjét azok a tetrekész fiatalok jelentik, akik a család, a közösséget és a nemzetet választják. A honvédelmi és haderőfejlesztési program nem csak az eszközök beszerzéséről és a hadsereg modernizálásáról szól. A program középpontjában az ember, a katona. A program sikeréhez azonban jól képzett és kiképzett szakemberek kellene a magyar honvédségnek. A honvédelmi nevelés elengedhetetlen ebből a szempontból. Ennek után, mint a kadét program is, fontos, hogy a jövő nemzedéke is megismerje, megértse és tisztelje a katonai hagyományokat és eseményeket. Sportudvart alakította ki, megújult a tornaterem, és új gépek, eszközök is kerültek a Geszterédi óvoda és iskola épületébe. Az elmúlt hónapokban több mint 200 millió forintból megvalósult beruházásnak is köszönhetően egyre vonzóbb az intézmény a helyi és a környékbeli családok gyermekei számára. Amikor kezdtünk 40 óvodással, most már csoportot kellett bővítenünk, már 80 óvodásunk van, illetve az általános iskolában is 72 bejáró tanulónk van. Iskolabusszal hozzuk a gyerekeket, illetve a szülők hozzák, 6 településről érkeznek hozzánk a gyerekek, és nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan bővül a iskolának a felszereltsége, illetve személyi állománya, teljes nálunk a szakos ellátottság, tehát nyugodt környezetbe, katolikus légkörben tanulnak a tanulóink. Mintegy 1200 első éves kezdhette meg az idei tanévet a Nyíregyházi Egyetemen. Közülük 450 a nappali tagozatos és 750 a levelezős hallgató. Az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott, új szakasz kezdődik a kampusz életében, augusztus óta ugyanis alapítványi fenntartású intézményként működik az egyetem. Mindenképpen saját magunk fogunk itt a kuratórium és a vezetőség dönteni a jövőnk felől, illetve bízunk abban, hogy mind oktatás, mind tudományos területen, illetve infrastruktúrális területen nagy fejlesztések lesznek. Bővítette gyártócsarnokát, új raktárt épített, és fejlesztette technológiai parkját a Parmen Konzervipari ZRT Nyírmegyesen. Az 560 millió forintos beruházás eredményeként új termékekkel, borsóval és babbal is piacra tud lépni a vállalat. A cég nem csak belföldre, hanem külföldre is termel, bevételének csak nem fele exportból származik. A szeptemberi eseményen részt vett Szijjártó Péter miniszter is. 1100 négyzetméterrel bővült a gyártási terület, 2200 négyzetméterrel bővült a raktározási terület, és új gyártási technológia beszerzésére is sor került, amelynek nyomán a termékportfólió új termékekkel, borsóval, babbal tud kiegészülni, és 2 esztendő alatt mintegy 30%-os termelés növekedésre nyílik lehetőség, 10.000 tonnáról 13.000 tonnára ráadásul. Az itt előállított termékek jó minősége, magas színvonala, magas rost és fehérje tartalma miatt komoly az európai kereslet is ezekre a termékekre. 48% a vállalat bevételeinek a külpiacokról származik, ez pedig a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából fontos. A tárcavezető emellett jelen volt az Unilever nyírbátori gyárának bővítésén és a kisvárdai Várodamit Kft. Beruházásának bemutatóján is.